Sziasztok, Szepesi Gábor vagyok, az Avalon Park kreatív séfje. Én ma egy halat fogok nektek grillezni, gremolátával, és el is kezdjük. Kezdjük a gremolátával. A gremoláta egy olasz szósz, vagy mártás, ki hogy hívja. Kicsit hasonlít a pestohoz, de eltérők az alapanyagok. A fő alapanyag a petrezselyem zöld. Nagyon szép bio petrezselyemet használunk. Ezt csak rusztikusan meg fogjuk vágni. Nagyjából ennyi. Ezt egy keverőtába bedobjuk. Olívaolajat használunk hozzá. Próbáljuk úgy csinálni, hogy ne egy tocsogós, ne egy olajtól csurgós dolog legyen. Tényleg, mint a pestónak hasonló állagnak kell lenni, egy akár kenhető, szinte krém, amivel dolgozunk, még fokhagyma kerül bele. Tehát petrezselyem, olívaolaj, fokhagyma, egy kicsi só, és már mehet is a hal a grillre. Nagyszerű, egy kanállal kicsit összedolgozzuk. Jöhet bele egy csipet só. És ami nagyon fontos, citromhéj. Belereszeljük a héját. Ugye a citrom a savassága miatt nagyon jól illik a halakhoz. Nem kell eltúlozni sem. Nagyjából ennyi, ami tökéletes lesz számunkra. Ezt is összekeverjük. És akkor jön a halacskánk. Én egy durbincsot választottam. Picit belülről, kívülről megsózom. És akkor most jön ez a rusztikus gremoláta, amivel én szépen megtöltöm. A többit azt a tálaláshoz hagyjuk, és akkor megnézzük a grillünk, hogy áll. Jelenleg 250 fokon dübörög, ami egy nagyon szép hőfok. Itt tudunk is vele dolgozni. Lehet hallani, hogy sistereg. Még ilyenkor, amit tudunk csinálni, egy nagyon pici olajjal megcsurgatjuk. Felszáll a füst, ez nem probléma. Így is rázárjuk a kamadunknak a tetejét. Szóval, fordítunk egyet a halunkon. Új, de gyönyörű. Csodálatos pörzsanyagok keletkeztek. Nagyon szép, ropogós a bőr. Ezt keressük ilyenkor, mikor grillezünk. Ugyan most az látszik kívülről, hogy azért ez egy jó pirul, de belül a hús, majd meg fogom mutatni, hogy még tényleg kellemes. Inkább süssük alul, utána még a hőtől ez tovább tud dolgozni a halnak a húsa, a pikpakácsul, úgyhogy nem lehet vele probléma. Jó, ennek még nagyjából egy olyan 5-10 perc szükséges, addig lehajtom a kamadónak a tetejét, így még jobban átdolgozza a húsát. Közben a gremolátánkat még egy kevés olajjal meglocsolom. Elkeverem. És ezt már rá is rakom a fadeszkánkra, amire a halat fogjuk tálalni. Grillezünk mellé egy kis citromot is. Ezt csak szépen ilyen fél centi vastag karikára felvágjuk, és feldobjuk a grillrácsra. Citromvégeket nem dobjuk ki, rányomjuk a halra. Ez is plusz ízeket, plusz illatot ad. Valamint én ilyenkor még annyi trükköt szoktam csinálni, hogy a grillre rádobom a citromért, és ez egy nagyon jó természetes illatosító. Egy kellemes citrus illat lesz nem sokára itt a grill környékén. És a citromunk is gyönyörű lesz, ugyanúgy, mint a halacskánk. Ilyenkor, mikor a sütés vége felé járunk, még ebből egy kicsit tudunk gremolátánkból rákenegetni. Úgy gondolom, hogy el is készült a halunk.
gyönyörű lett. Szépen nem ragad le. Ez nagyon fontos, hogy a halat meg bármilyen húst grillezünk, ne akarjuk egy percenként forgatni. Hagyjuk, míg saját magát felengedi, és szépen meg tudjuk fordítani. Lehet látni, nem szakad szét a bőre, gyönyörűen ez a oldala is meg van sülve, és akkor még a citromkarikák szépen gusztán, egyszerűen, rusztikusan, nem kell túl gondolni, és el is készült a halacskánk. Parancsoljatok! Megmutatom a kedves nézőknek, gyönyörűen megsült, csodás fehér hús. Jön a bőre is. Mennyei, első osztályú. Jó étvágyat kívánok! Megint meg kell szakítani ezt az egészet, én ezt nem hiszem, én így nem dolgozok, ne haragudjatok. Most forgathatod. Igenis, forgatom már is a csipesszel. Mesél, mesél a hal, bár már nem él. Hú, csak ne égetnék ki a szememet a füst, amúgy minden jó. Puh. Nice.